eddig 35-ször győzött. Most viszont lehet, hogy nem fog. Kovács Mátyás. Kovács középre néz. Kovács Tíber. De még mindig ott van. Antonov. És gól! Antonov góljával megint megszerzi a vezetést az NTK. 2-1 a 64. percben. Nemanja Antonov a 15. meccsén a harmadik gólját szerzi. Két hete Kecskeméten duplázott, az ET ellen gólpasszt adott a 102. NB1-es fellépésén. A 11. gólját szerzi. Ez egy remek megmozdulása, hogy Kovács Mátyás betolja a védők mögé, középre néz, és Stíbernek ugyan nem jó a labda, de Antonovot hiába van ott előtte három védő, nem támadja igazán senki. Átveszi a labdát, és meg is pattan Gera Dánielen. Szegény Ogyincov, valljuk meg őszintén, keveset láthatott belőle. Antonov bezúdítja a hosszú sarokba.